A mai videóban egy nagyon-nagyon fontos üzenetet szeretnék átadni neked. Olyan sokszor lehet hallani azt, hogy azt vonzod, ami vagy. És ez sok esetben igaz is. Sokszor lehet azt mondani, hogy a személyek, akik körülvesznek, visszatükrözik bizonyos tulajdonságaid, hiszen ennek köszönhetően fejlődhetsz és könnyebben haladhatsz az úton. Azonban nagyon fontos tudni, hogy minden helyzetben vannak kivételek. Ezt amiatt fontos tudni, mivel az ember könnyen összeomolhat, ha úgy hiszi, hogy mindig ilyen emberek lépnek csupán az életébe. Én is így jártam, nem is olyan régen, és nagyon fontos volt rádöbbennem arra, amit most veled is meg fogok osztani. Mindig is hajlamos voltam arra, hogy túl szigorú legyek saját magammal, és az elmúlt hetekben pontosan ezt is tettem, amiatt a mondat miatt, ami a videó elején is elhangzott, miszerint azt vonzod, aki vagy. Belépett az életembe egy személy, és mondjuk úgy, hogy sokszor nem tetszett az, amit láttam tőle és megtapasztaltam. Újra és újra megjelent a mondat a fejembe, miszerint azt vonzod, aki vagy. És így ezt elkezdtem elhinni, hogy azért vonzottam az életembe ezt a személyt, hogy megmutassa, hogy én is ilyen vagyok, hogy egy tükröt mutasson nekem, és egy idővel azt vettem észre, hogy bizonyos tulajdonságait tényleg elkezdtem visszatükrözni. Nem minden téren szerencsére, de mondjuk elvesztettem a motivációmat, amit nála is tapasztaltam. Rádöbbentem, hogy nem egy olyan személy, akivel szívesen töltöm az időm, tehát elhatároztam, hogy magam mögött hagyom. De közben elveszettnek éreztem magam, az elmélet miatt, hogy azt vonzod, aki vagy. És amiatt, mert tényleg megteremtettem, hogy én se találjam a saját motivációm. De ahogy magam mögött hagytam ezt a szemét, és elkezdtem visszatalálni saját magamhoz, rádöbbentem, hogy én tényleg nem voltam olyan, mint ő. Mindig is motivált voltam, és soha nem adtam fel. De akkor, miért is lépett az életembe, ha nem azért, hogy tükröt mutasson? Feltettem a kérdést, hogy mi más oka lehetett. És akkor szerencsére megérkezett a válasz is. Azért lépett az életembe, hogy megmutassa, milyen hosszú utat tettem már meg, és milyen sok mindent sikerült már elérnem. Hiszen ezt mindig is nehéz volt elhinni számomra. Mindig is kételkedtem saját magamban. Tehát okkal lépett az életembe. De nekem sikerült teljesen rosszul értelmezni ezt az okot, és a saját magam boldogságát szabotáltam azzal, hogy azt hittem, hogy én is olyan vagyok, mint ő. Ahelyett, hogy az univerzum segítségét láttam volna benne. Tehát az emberek, akik az életedbe lépnek, nem mindig tükröt mutatnak, hanem rengeteg mást is taníthatnak neked. Van, hogy szeretnék felhívni rá a figyelmet, hogy milyen szépen haladsz, és végre büszke lehetnél magadra. Vagy éppen olyan személyeket vonzol, akiknek nagyon is arra van szüksége, aki te vagy, hiszen utat tudsz nekik mutatni. Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig azt vonzod, aki vagy, akkor képes vagy elveszni, ahogy én is megtettem. Hiszen mi van akkor, hogyha te kedves vagy, de egy önző ember lép az életedbe? Vagy éppen te mindig őszinte vagy, és valaki olyan jelenik meg, aki folyton hazudik. Ha te hűséges vagy, ő pedig nem. Vagy éppen, ha te magad tudatos vagy, és engeded, hogy a szeretet éltessen, de ez a másik fél teljesen elveszett, és bezárta a szívét, és nem tud bízni. Ilyen esetben jusson eszedbe, hogy nem mindig azt vonzod, aki vagy. Sokszor vonzod azokat az embereket, akiknek pont hatalmas szüksége van arra, aki vagy. Mivel hiányzik belőlük valami, úgy érzik, és ezt benned megtalálják. Ha pedig ezt belátod, akkor saját magadhoz is sokkal könnyebben fogsz visszatalálni, ahogy ez a felismerés nekem is rengeteget segített. Hiszen én is utat mutattam ennek a személynek. Belekezdett végre abba, amit szeretett volna csinálni már hosszú ideje. De innen már nem az én felelősségem, hogy így kitart-e mellett. Elkezdett végre valamit, amit hosszú évekig halogatott, és ezt annak köszönhette, hogy megismert engem és motiváltam.
Csak mert látott valakit, aki a szívét követi, és nem fél attól, hogy ne álljon be a sorba, és pár hét alatt ő is változtatott. Ez pedig most utólag jó érzéssel tölt el, hiszen segítettem, és nem tükröt láttam. Sose arra hallgass, amit valaki más mond, hanem arra, amit te érzel legbelül. Hiszen mások szavai sokszor elterelhetnek a helyes útról. Mindig tedd fel saját magadnak a kérdést, hogy veled mi történik, benned mi zajlik, vajon te miért vagy abban a helyzetben, amiben találtad magad. Bármilyen nehéz időszakban is vagy most, vagy bármilyen nehéz időszak van mögötted, sose feledd el, hogy mindig vigyáznak rád, mindig segítenek neked, és soha nem küldenek olyan személyt az életedbe, aki valamit nem tud neked tanítani. És ez nem mindig az, hogy visszatükrözze azt, aki vagy. Van, amikor pont olyan emberek lépnek az életedbe, akiknek arra van szüksége, aki vagy, azért, hogy ez számukra segítség legyen. Nem azért, hogy te elkeseredj amiatt, mert azt hiszed, hogy olyan vagy, mint ők. Ismerd meg önmagad. Figyeld meg azt, hogy ki vagy te. És akkor senki, semmilyen helyzet nem fog tudni elbizonytalanítani, és pontosan tudni fogod azt, hogy te milyen személy vagy. Én erről az utóbbi időszakban megfeledkeztem, és a saját csapdámba estem ennek köszönhetően. De ne kövesd el ezt a hibát. Ismerd meg önmagad, és saját magadnak tedd fel a kérdéseket, és a felsőbb éned segíteni fog megtalálni a válaszaidat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára. A tetszésed kifejezheted egy lájkkal vagy hozzászólással. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a csatorna könnyebben fejlődhessen, és nekem nagyon sokat jelent. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottál. Legyen csoda szép napod, és sikeres teremtést!